Köszöntöm a Palunkgazda nézőit! A mai műsorban három téma. Egy állattenyésztéssel kapcsolatos kerekasztal beszélgetésről nemrég már beszámoltunk, most ismét az ágazat problémáiról szólunk. A téma kimeríthetetlen és még mindig sajnos aktuális. A Szabadkai Paraszt Egyesület sikerrel fejezte be a Fenntartható Állattenyésztés a Vidékfejlesztés Alapja nevű projektumot. A záró rendezvényen ismertették az eredményeket. A növénytermesztésben az őszi munkálatok az aktuálisak, a vetés a végéhez közeledik. A szakember segítségével arról is szólunk, hogy érdemes-e a padlásról vetni, vagyis a tavalyi termést felhasználni vetőmag helyett. Elemezzük, hogy a kevés csapadék hogyan hat a repcére, buzára, árpára. Szétnézzünk, mi a helyzet a Magyar Kanizsai Beszédes József Mezőgazdasági és Műszaki Iskola Központ tangazdaságában, ahol a kísérleti mintaparcellákon a napokban megkezdték a kukorica betakarítását. Tartsanak velünk! A Szabadkai Paraszt Egyesület a Mezőgazdasági Minisztérium STAR nevű projektjének keretében megszervezte a Fenntartható Állattenyésztés a Vidékfejlesztés Alapja című tanácskozás sorozatot. Több szakmai konferencia mellett kiállításokon is részt vettek, Szabadkán, Szegeden, Hódmezővásárhelyen. Emellett elkészítettek 50 családi kisgazdaság részvételével egy felmérést is. A projektet végigdolgoztuk, végigcsináltuk. Nagyon-nagyon kemény eredményekre jutottunk, amiket hivatkozásként föl lehet használni a további vidékfejlesztési stratégiáknak az alapjaiként. Az adatok, tehát durván azt mondom, tehát a végére, ugye, hogy azt mondjuk, hogy a kisgazdaságok, az idézőjelben kisgazdaságok nem tudnak saját maguknak elég jövedelmet termelni, teremteni, de hát a vidéken való fenntarthatóság úgy valósulhat meg, hogyha gazdasági kapcsolatban áll az a vidéken élő népesség, tehát gazdasági jövedelemszerzési lehetőséget biztosítunk nekik a vidéken. Az állattenyésztés az egyik formája a vidékén tartás népességnek a vidékén tartásához, és hogyha jövedelmet tud biztosítani magának, biztos, hogy ott is fog maradni. Az állattenyésztés ennek a formájában azt mondhatom, hogy a monitoringot, vagyis a felméréseket végzett területünkön 2310 hektár művelt területből 247 foglalkoztatott van családi gazdaságban, ami azt jelenti, hogy a családi gazdaság tagjain kívül 70 személy van külsős alkalmazva, tehát mint munkás alkalmazott jelenik meg ezekben a gazdaságokban, kisegítve a családi gazdaságoknak a hatékonyságát. Ugyanis azt tudjuk, hogy az állattenyésztés egy intenzív ágazat, ahol nincsen vasárnap ünnep és évi szabadság, tehát az állattenyésztésben minden napot kell lenni, és ezek a gazdaságok így oldották meg, hogy külsősöket is alkalmaznak, hogy valamennyi időt tudjanak saját részükre is teremteni. Mondhatom azt, hogy ez mellett az állatállomány száma az azt jelenti, hogy egy hektára 1,4 föltételes állat tartozik, ami az európai viszonylathoz képest azt hiszem, hogy még nagyon gyönge, kevés, de mi szemszögünkből azt jelenti, hogy igenis, hogy jól, mert a nagy gazdaságok, tehát az állami gazdaságok és a 10.000 hektáros gazdaságokban mindössze 20-40 foglalkoztatottal is ugyanazt meg lehet oldani. Tehát a vidékfejlesztés célja nem a 10.000 hektáros gazdaságoknak a támogatása, hanem a kis gazdaságoknak, ahol több foglalkoztatott van, és az ő számukra való jövedelem biztosítása. Van egy olyan rendelet a minisztérium által, ahol azt mondja, hogy 87% tejtermelő van a síkságon, és 13% tejtermelő a hegyvidékről származik, vagyis a hegyvidéken működik, és a támogatási rendszerek pedig úgy vannak beállítva, hogy a 400 méter fölötti, tengerszint fölötti területeknek nem kell adminisztratív bürokráciát, mezőgazdasági nyugdíjalapot fizetni, és hogy a támogatásokat megkapják, a többinek pedig igen, és azt hiszem, hogy ez egy egyenes cél arra,
hogy hogy zárják ki a vajdasági mezőgazdálkodókat és a majd vajdasági állattenyésztőket a támogatási rendszerből. 50 családi birtokot figyeltek meg és gyűjtöttek adatokat. Földrajzilag hol voltak ezek a birtokok? Igen, a kutatási területünkön mindössze 50 családi gazdaságot mértünk föl. Szerződéses viszonyban, amit már említettem, hogy 80 gazdasággal állunk szerződéses viszonyban, de ettől függetlenül az egyesület működési területe vajdaság, főképp Észak-Vajdaság. Az Észak-Vajdaság, tehát ezt azért kell különösen hangoztatni, mert ugye a nevünkben azt jelenti, jelzi, hogy a Szabadkai Paraszt Egyesület, ugye, de hát ez egy olyan székhely, amire valamikor úgy volt, hogy a Paraszt Egyesület egy hálózatot épít, és minden községnek legyen saját hálózata, vagyis helyi egyesülete, és így volt az egész elképzelve. Ellenben talán a történelem mutatta meg azt, hogy a Szabadkai Paraszt Egyesület mind Paraszt Egyesület maradt meg, és ennek a következménye az, hogy mi kiszélesítettük a területünket, tehát Vajdaság területén, ahol működünk, ügyködünk, és mondhatom azt, hogy a Duna és a Tisza az, ami meghatározza a legjelentősebb, tehát intenzív működési területünket. Ettől függetlenül Észak-Bánát, Közép-Bánátba is igen jelentős szerepet töltünk be. Természetesen ez a támogatási rendszerek, az állatenyésztés segítsége és más projekttevékenységekben is jelen vagyunk. Mondhatom azt, hogy nagyon eredményesen működünk. Az együttműködő partnereink pedig a Zentai Tanácsadó Iroda, valamint a Topolyai, a Zombori és a Szabadkai, úgy ismert, mint a Szabadkai Agrozávod. Említette az előbb, hogy az állam főleg olyan irányú intézkedéseket hoz, törvényeket és rendelkezéseket, hogy ugye a nagybirtokosoknak kedvezzen. Van a kis családi vállalkozásoknak akkor jövőjük? Nem nyugdíj alap rendszerébe, hanem inkább ősgazda rendszerébe kellene állítani a támogatási rendszereket, hogy ez hatékonyabban működjön. A nagy gazdaságok természetesen nem a mi célterületünk. Mint parasztegyesület foglalkozunk a parasztgazdaságokkal. A parasztgazdaságokat itt is felosztanánk két csoportra. Az egyik erőteljesebb, dinamikus, tehát fejlődőképes gazdaságokra vonatkozik. A másik pedig a kisebb gazdaságok, ugye, akik az egzisztencia szintjén működnek, és ők külső segítség nélkül tulajdonképpen nem tudnának előrelépni. Ez a mai projekt is tulajdonképpen olyan adatokat gyűjtött össze, ami empirikusan be tudja bizonyítani, tehát tudományosan be tudja bizonyítani azt, hogy mire kell hivatkozni a törvényhozónak, és a törvényhozó irányába tudunk ilyen dokumentumokat, ugye a dokumentumokkal alátámasztani, hogy a rendelkezéseket, a rendeleteket mivel kell továbbiakba irányítani, hogy kell, hogy hangozzanak. Nagyon sokat kellene változtatni. Ezek is arra utalnak, hogy alapokat, hogy mi az, amit kellene csinálni. Mi csináltunk ezen kívül több tanácskozást, szakemberek gárdával tanácskoztunk. Azt akarom mondani, az Újvidéki Egyetem munkatársai, vezető munkatársai, az állattenyésztő vezető munkatársaival, a tartományi mezőgazdasági titkárság állattenyésztésének a részlegeivel és a titkárhelyettes volt rendszer ugyanezek a kerekasztal megbeszéléseken, támogatási rendszerek és az állattenyésztés helyzetének a javítása céljából. Körülnéztük a szabadkai határt, és látjuk, hogy még sok helyen áll a kukorica. Milyen hatással lesz ez a tengerire? A tengerire jóformán semmilyen hatással, ennek más okai vannak, hogy miért áll kint a kukorica. Némely termelőnek nincs hol tartania, tehát a magacin kapacitás probléma, és azért hagyják kint a tengerit. A minőségére nem fog igazán kihatni,
de viszont a talaj előkészítés a következő kultúrára egy kicsit rázós lesz, mivel a növényi maradványok megmaradnak a parcellán, és ugye a tavaszi talaj előkészítés sose helyettesítheti a téli délelőtti talaj előkészítést. Ha nagy esők lesznek, vagy nedves idő, akkor se lesz hatással például a magminőségre? Annyiban lesz hatással, hogy a hozamra ki fog hatni, és esetleg megjelenhetnek betegségek, miután betakarították a kukoricát. A kukoricamagon megjelenhetnek a különböző szekundáris patogén gombák, amelyek normális esetben nem szoktak jelentkezni. Esetleg, hogyha volt fuzárimos fertőzés, akkor az is megerősödhet. De mondom, ez nem jellemző. Általában az emberek inkább azért hagyják kint, mert vagy nem jó árat kapnak érte abban az időszakban, amikor betakarítandó, vagy pedig nincs hova, nincs kapacitás, nincs hova eltenniük, hogy megvárják, vagy pedig nem érkeznek, mert van, nem tudom én, x hektár parcellájuk, és nem érkeznek betakarítani. Tetszett említeni a talaj előkészítést a vetés előtt. Hogy állunk most ezzel, a termelők hogy haladnak? Sajnos az időjárás, ami az őszt illeti, nagyon kellemetlen volt. Szárazság volt, és a termelők nagy része nem bírta rendesen elkészíteni a talajt a különböző kultúrákra, amelyek ősszel vetendőek. Azt kell, hogy mondjam, hogy jóformán nem esett eső augusztus végétől egész október közepéig, sőt. És hát az olajrepcét nem lehetett elültetni a szárazföldbe, vagy aki elültette, annak meglett a hatása, nem kelt ki rendesen, vagy ha kikelt, akkor a kis növénykék nedvesség hiányában úgy maradtak, ahogy voltak is, tehát nem lett meg az a növekedési stádium, amely kellett volna. Ezen utólag lehet javítani, vagy esetleg megoldás az, hogy újra vetik? Sajnos nem, mivel az olajrepcét azt augusztus végén az optimális vetésidő, és hát ez most így az idén így sikerült sajnos, azt kell, hogy mondjam. Akinek volt öntözőberendezés, ami nem szokás szántóföldi területeken, azok megoldhatták öntözéssel a kelésnek a problémáját, de a többiek pedig így jártak. Tehát ez területfüggő is. Nálunk elég száradékony talajjal van ugye dolgunk, főleg a homokosabb részeken, tehát itt nem igazán lehet olyan kultúrákat vetni, amelyek abban a fázisban, amikor ugye kelnek, igénylik a nedvességet, általában mindegyik igényli, de hát most konkrétan a repcéről beszéltem. Az árpa búzavetésnél már egy kicsit jobb lett a szituáció, mivel egy kis csapadék volt, de viszont nagyon-nagyon rányomta a bélyegét a szárazság erre az évre. Kiszámolták sokan, hogy idén akár 400 euróba is belekerülhet a kenyérgabona vetése hektáronként. Tudják-e a termelők ezt biztosítani, vagy esetleg padlásról vetnek? És ha az történik, akkor milyen hatása lesz a termésre? Hát az az igazság, hogy bevett gyakorlat a padlásról vetés már több éven keresztül. Nem jó módszer, de hát hiába mondjuk a termelőknek, hogy ezt nem kell praktizálni. Tudni kell, hogy a vetőmagot, tehát a fölhatalmazott személyek kontrollálják, tehát a jogi személyek kontrollálják, és kétszer évente átmegy egy kontroll átnézésen, ami azután ugye le lesz írva, hogy mit találtak, mit nem találtak. Tehát egy procedúra, még a magparcellából mag nem lesz. Sajnos ezt a termelők nem igazán veszik figyelembe, és hát úgy gondolják, főleg itt kalászosokról van szó, hogy megbírják oldani úgy is, hogy ugye betakarítják a magot,
ami jól néz ki, azt ott hagyják jövő évre vetőmagnak, esetleg becsávázzák, de több esetben nem is szokták becsávázni. Ez már az utóbbi időben azért elterjedt, hogy csak becsávázzák, hogy mégis ne legyenek rajta azok a gombabetegségek, amelyek a magnak a felületén telepszenek meg, és átvihetőek egyik évről a másikra. De hát ezt azt kell, hogy mondjam, hogy ez nem helyes gyakorlat. Sajnos a gazdasági helyzet mindig meghatározza azt, hogy a termelők miként fognak viselkedni, és hát ez az utóbbi években sajnos azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon rossz gazdasági helyzetünk van, és hát ott spórolnak, ahol bírnak. A vetés előtt általában úgy szoktuk, hogy a termelőknek a fajta kínálatot először azt ismertetjük velük. Vannak eredményeink a makroparcellás, mikroparcellás kísérletekről, melyik fajták mutatkoztak jól, melyikek voltak jó hozammal, esetleg betegségek szempontjából melyek érzékenyek, melyek nem érzékenyek. Ilyen adatokat minden pillanatban tudunk nekik adni a fő szántóföldi kultúrákról. Ami a gyümölcsösöket illeti, az operációk itt ugye lekorlátozódnak a téli előkészítésre. Általában az utóbbi időben bevett praxis, hogy egy lemosó permetezés azért ősszel is el kell végezni. Na, még most úgy áll a helyzet, hogy a gyümölcsösökben nem hullottak le a levelek, úgyhogy ezt egy olyan 2-3 hét múlva ajánlanánk, hogy ezt a fertőtlenítő permetezést megtegyék résztartalmú szerekkel. A Beszédes József Mezőgazdasági és Műszaki Iskola Központ elsősorban mintaparcellákon gazdálkodik, amelyeken a szokásosnál valamivel később érik be a kukorica, így csak alig 2 hete láttak hozzá a betakarításhoz. A kukorica termesztésnek az eredményei végül is talajfüggőekké váltak. Az a parcella, amin most állunk, az csernozium talajon van, ott a hozamok természetesen sokkal jobbak, mert a réti talaj az megmutatja fog a fehérjét. Itt a 640-es NS hibridet vetettük, és ígéretes az eredmény. A tangazdaságban is a mintaparcellákat betakarítottuk, és mondható az, hogy minden nemesítő háznak vannak úgymond kiemelt hibridjei, amit érdemes a továbbiakban tovább megfigyelni, hogy a réti talajon hogyan viselkedik. Például az NS hibridek közül az 5032-est említeném, valamint a 444 és a 640-es ultrákat, és van egy újja, a 6102-es hibridjük, ami szintén magas hozamot mutatott. Az NS hibridek mellett KVS hibrideket is termesztettünk. Itt kiemelnék két hibridet, a Kittit és a Korimboszt, amire nagyobb figyelmet kell az elkövetkező időbe fordítani, illetve az LG 3535-ös. A hozamok még a rossz minőségű réti földeken sem rosszak, a jobb minőségűeken pedig egyenesen kiválóak. Mazsolt kukorica esetében ezek az említett hibridek a 9-10 tonna per hektár terméshozamot érik el. Szerintem a termelők mindinkább nyitott szemmel járnak, tehát nem csak a szokás hatalma uralkodik, hanem egyre jobban meg kell tanulnunk a zsebünket kimélve gazdálkodni, és kihasználni azokat a növényadta lehetőségeket, ami egy-egy területen jellemző, és a pénztelenség a gondolkodásra visz bennünket, és a sokkal céltudatosabb termelésre. A diákok aktívan kiveszik részüket a kukoricatermesztésből, a betakarításhoz azonban csak kevesen kellenek. A talaj előkészítésben részt vesznek, vetésben is, illetve kísérjük a hozamokat, a méréseket, tőszám beállítást, a tőszámoknak az ellenőrzését, hozambecslést végzünk, és ezáltal még közelebb kerül a kukorica mint növény a tanulók számára. A középiskola minden másodlagos nyersanyagot, így a kukoricaszárat is igyekszik hasznosítani. Az iskola alonként használja fel a kukoricaszárat, illetve hát
egy részét értékesítjük ennek is. Jövő témája, hogy tovább fejlesszük a biofűtést, illetve az üvegház vagy fóliasátrak fűtését is ebbe az irányba szeretnénk majd fejleszteni. A tangazdaságban természetesen nem csak kukoricatermesztés folyik. Földi kultúráknál a szemes cirok jelentkezik még, és a gabonafélék csoportjából ugye a búza, de zöldségtermesztéssel is foglalkozunk, kísérleti parcelláink vannak káposztafélékből, paradicsomból, paprikából, ami szintén emeli a tudásszerzés színvonalát. Célunk az, hogy a tanyagazdálkodást fejlesszük jobban, azaz bezáruljanak a körök, ne csak megtermeljük, hanem takarmányként felhasználjuk, és utána a húst azt feldolgozott állapotban értékesíteni. Tehát így növelhető a mezőgazdaság értéke, és elgondolkodtató a biotermesztés fogalma, illetve a környezetgazdálkodás, ami az iskolának profilja is, hogy erre oktassa és kitérjen a tanulók oktatásában erre a témakörre. A Magyar Kanizsai Szakközépiskola tangazdasága az általa termelt kultúrák értékesítéséből az iskola szemléltető eszközeit gyarapítja, ezzel is emelve az oktatás elsősorban az egyre nélkülözhetetlenebb gyakorlati oktatás színvonalát. Köszönjük figyelmüket, jövő csütörtökön várjuk Önöket a megszokott időben aktuális mezőgazdasági témákkal, viszontlátásra!